Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Hóvár János volt nagykövet, turkolog, egyetemi tanár. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt a témához kezdenénk, önnek az egyik kedvenc témája, Jeruzsálem orvárosában a harmadik stációnál találjuk az osztrák-magyar hospice. Fölrepült az a hír, hogy a magyar kormány meg akarja ezt vásárolni. Hallott a hírről? Igen, én is olvastam, és valahogy ki is kerestem az interneten a kormányhatározatot. Hát nekünk régi kötelékünk van, hát régi viszonyunk van az Arándokházzal, hiszen az alapításába már részt vett valamilyen formában az Esztergomi érsekség, és 1896-tól ez osztrák-magyar irányítás alatt állt. A rektor vagy magyar volt, vagy osztrák, azaz vagy a bécsi érsekség, vagy az esztergomi érsekség delegálta. Az Anschluss után 1938-ban, hogy a hitleri Németország ne tudja rátenni a kezét, ezért tulajdonképpen teljes egészében magyar irányítás alá került. 1941-ben, amikor háborúba léptünk Nagy-Britániával, akkor az angolok onnén mindenkit internáltak, átvették az Arándokházat, ahol egy kórház volt, menekültszállás, rendőrség, és az osztrák barátaink az 1980-as évek végén tudták visszaszerezni, és azóta a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrendnek az ausztriai helytartósága irányítja a bécsi érsekséggel együttműködésben. Az annyit jelent, hogy kormányhatározat van rá, hogy akkor megvannak a megfelelő feltételek, vagy még ez csak egy szándéknyilatkozat, hogy mi szeretnénk, az osztrákok már válaszoltak erre? Én ahogyan olvastam ezt a kormányhatározatot, ez egy feladatkijelölő kormányhatározat. Nyilvánvaló, hogy ezzel kapcsolatban mindenféle egyeztetéseket kell lefolytatni. Hát elsősorban az esztergomi érsekséggel, mivel neki van egy bizonyos fajta történelmi jogosultsága, meg kell egyezni a bécsi érsekséggel, de gondolom, hogy... Az volt a meglepő, hogy televíziónk augusztus 20-a tiszteletére a bíboros úrral interjút készített, és háttérinformációként rákérdeztem, és mondta, hogy ez egy nagyon szép történelmi hely, de tehát rendeltetésének nem tud igazán megfelelni, mert autóbusszal nem lehet oda menni, tehát nem... Minthogyha nem tudott volna erről, hogy ilyen szándék van. Hát ezt nem tudom, hogy Bíboros atya mit tudott és mit nem tudott, de Bíboros atya nagyon jól ismeri az Arándokházat, hiszen Csordás őr egyszer járt ott, ő az első olyan esztergomi érsek, aki eljutott a Szentföldre, úgyhogy a látogatása egy Zarándok út keretében, amikor a fölszentelés előtt álló kispapokkal, Csordás őrs atyával együtt meghívtuk egy Zarándok útra, és eljött velünk, az egy történelmi zarándoklat is volt, és Bíboros atya az egyik legszebb vendégszobába lakott, és ismeri a háznak a történetiségét. Igen, erről beszélt is. Szentmisét tartott az ottani osztrák-magyar kápolnában, amely valóban osztrák-magyar, az egyik oldal az magyar keresztény emlékvilággal van tele, a másik pedig osztrákkal, és aztán időnként valahol ez keveredik is egymással. Akkor ugorjunk egy nagyot Szigetvárra. Szigetvár a magyar történeti hagyománynak egyik meghatározó városa, hiszen a szigetvári Zrínyi Miklóshoz kötődő hősiesség és az abból levonható tanúságrendszer az a dédunokának köszönhetően irodalmi szinten olyan erővel fogalmazódott meg, hogy megformáló ereje lett a reformkori magyar nemzettudatban. Kölcsei Ferenc, aki egy
derék református lelkületű, gondolkozású, kiváló költő volt. Ő, amikor megírta a himnuszt, mint egy református fohászt, Jeremiádaként is, akkor ebbe betette a katolikus költő Zrínyi Miklós egész üzenetvilágát, hiszen a különböző röpőrataival, a török áfium ellen való orvosság, úgy hiszem, hogy ne bántsd a magyart, egy olyan gondolatvilágot ragadott meg, amely mai napig bennünk van, és ez volt az egyik legfontosabb éltető eleme, intellektuális forrásvidéke annak a nemzettudatnak, amelynek a megalkotója a reformkori magyar költővilág, a gondolkozóvilág, és ebben Kölcsey Ferencnek máig hatóan kiemelkedő érdeme van. És akkor ugorjunk turkológiához. Mi újság Törökországban? Hova tart Törökország? Törökország mindig előre megy. Tudjuk, hogy különféle elképzelések vannak az állam irányításáról, az elnöki hatalom bevezetéséről. Ennek a alkotmány világba való átvezetése zajlik. Most nem láttam újabb szövegeket, de biztos, hogy lesznek. Törökország gond belül én úgy látom, hogy hatalmas nagy belső küzdelem folyik a nyugatos és a keletes törökök között. Ez átcsaphat tetlegessébe is? Vagy ez marad a... Hát hála az Istennek ez még nincsen, tehát tulajdonképpen politikai és társadalmi vita zajlik, de ennek nagy hagyománya van, hiszen a kemalizmus az ország nyugati részén, tengerparti részén meghatározó volt tulajdonképpen születésétől kezdve. Ma is az ország keleti belső része erről mindig másként gondolkozott. Volt, amikor ezt nem nagyon merte elmondani, most azonban büszkét vallja, hogy a kemalizmusból nem kérnek, vagy bizonyos elemeit átvállalják, és azt tovább viszik a nemzeti határok tekintetében és egyéb kérdésekben, de ők egy más Törökországot... Visszafelé meg. Törökországban mindenképpen egy új születék. Az lenne a jó, és az lenne a kívánatos, és remélem, hogy ez azért valahogyan elindul, hogy kialakulna egy nemzeti konszenzus arról, hogy mi az, ami a kemalizmusból örök és megtartandó, és mi az, amin vitatkozni lehet, és esetleg más irányba vinni az országot, de hát ezt mindenképpen úgy kell megtenni, és ez érdeke a török népnek, és szerintem nekünk Közép-Európában is ez az érdekünk, hogy Törökország megmaradjon az európai úton, sajátságaival, döcögősen haladva ezen az úton, amin egyébként Törökország rajta van már nagyjából 50 éve, fél évszázada, de mindenképpen Törökországnak abba az európai, euróatlanti világba kell benne maradnia, amire a hidegháború őket rátette, és ha nem így lenne, én remélem egyébként, hogy így lesz, mindenféle varga betűkkel, kanyarokkal, az senkinek nem lenne jó. Ön tulajdonképpen szinte nincs olyan közel-keleti ország, ahol ne szolgált volna. Így aztán ön biztos választ tud adni. Nagyon érdekes a közel-keleti ország Izrael és Törökország között. Vajon miért szinte hetenként beszél az izraeli miniszterelnök a független kurd állam megteremtésének szükségességéről, hisz nem is olyan régen éppen megint kibékültek a törökökkel, és azt hiszem, hogy a török
vezetést ez teljesen kikészíti. Az húzás, hogy minden közel-kelő országban szolgálta volt, na jártam, bejártam, és helyettes államtitkárként tulajdonképpen mindegyik országban tárgyaltam. A kurd kérdés egy rendkívül bonyolult, amiről az izraeli vezetés szól, az nem egy törökországi kurd állam, hanem az iraki kurd enklávénak, amely tulajdonképpen hát, egy országi enklávé, amely hát már legalább két évtizede olyan állapotban van, mint mondjuk Koszovó volt a függetlensége előtt, ahol létezik a kurd egység, a kurd öntudat, a kurd infrastruktúra, és hogy ez az észak-iraki kurd enklávé, amely egyébként önálló életet él, hogy magát szuverén, önálló országgá nyilvánítja, vagy marad Irak keretében, erről szól erről zajlik a vita tulajdonképpen régóta. Ez összefügg azzal, hogy Bagdadban mennyire képesek egy föderatíve struktúrát fönntartani. És vajon képesek lesznek? Hát az irakiaknak ez megvannak a képességeik. Én, amikor hosszú idő után 2011-ben visszatértem Bagdadba, hosszú úton én voltam az első diplomata, aki elment Bagdadba. Én találkoztam nagyon sok bagdadi vezetővel, akik között több olyan volt, aki világosan látta, hogy Irak egysége egy ilyen föderalisztikus megoldásban oldható meg, ahol a síta enklávé, ami egy hatalmas nagy ország, a szunita világ és a kurdok között megalakul a hatalom, kialakul egy olyan hatalom megosztás, amellyel az ország működni fog. A kurdok Észak-Irakban nem fogják elfogadni azt, hogy nekik Bagdadból diktáljanak. Ehhez a kurdok elég erősek, nemzetközi támogatást kapnak, és ők egy nehéz falat lennének egy centralizációs politikát folytató bagdadi vezetésnek. Másutt tudjuk, hogy Szíriában is egy ilyen hasonló kurd enklávé alakult meg, és a belső háború közepette megerősödött, amelynek a jövője, én úgy látom, hogy hasonló lesz az iraki enklávéhoz. Törökországi kurdvirág az teljesen más. A törökországi kurdok hatalmas nagy területen élnek, nyelvileg megosztottak, politikailag megosztottak. A kurdoknak hát nagyjából a fele, 40%-a határozottan támogatja Erdoğan elnöknek a politikáját, a török kormányban kurd miniszterek vannak, van egy csoport, a PKK, akik hát lövöldöznek és terrorista akciókkal tartják sakkban a török rendőrséget, csendőrséget és különböző államigazgatási szerveket, akinek egy gerilla hadseregük van, erős gerilla hadseregük, az ő egykori vezérük Öcalán börtönben van, ők időnként robbantgatnak, sajnos időnként tárgyalgatnak. Most én úgy látom, hogy a PKK és az ankarai kormány között elég feszült a viszony, és a kettő között van egy, úgy nevezem, hogy emberi jogi aktivista kurdok, akik tulajdonképpen Törökországnak a közigazgatási szerkezetét szeretnék megváltoztatni. Törökország egy hatalmas nagy ország, amelyet a magyar megyékhez hasonló élekkel, tartományokkal irányítanak. 80-valahány ilyen terület van, ami az természetesen nagyobb, mint egy magyar megye, de a török rendszerben tulajdonképpen olyan kisvilág, mint ahogyan egy magyar vármegye van. Törökországnak egy olyan struktúrára lenne szüksége, mint a Németországnak van, Ausztriának. Ezek az okos és jó egyetemen végzett kurdok, akik közül a vezetők, Demirtas például börtönben van, ők jó szándékkal viszonyultak a
török vezetéshez, és ők azt szerették volna elérni, hogy mindazok a problémák, amelyek a kurdok világából adódnak Dél-Kelet-Törökországba, azok tárgyalásos úton politikai párbeszéddel rendeződjenek. Őnek is semmi bajuk a török nyelvvel, a török világgal, hiszen a török nyelvet beszélik. És innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik Törökországban, úgy tűnik, hogy egy török napot kell, hogy szervezzünk. Ennek neki is fogunk látni. Szeretettel visszavárjuk, mert nagyon érdekel minket a téma. Kedves nézőim, ezzel a beszélgetéssel a Pirkadat mai heti tévé politikai magazinműsora véget ért. Most egy perces késéssel következik a híradó. Velem legközelebb este 7 órakor a 7 órás vendégbe találkoznak. Ne felejtsék el, 5777 éves múltunk biztosíték arra, hogy mi még az időjárástól is függetlenek vagyunk, és akkor itt van egy független híradó, ami most következik a viszontlátásra.